A látleletét mutatja egy pécsi jegyellenőr. Még 2012-ben készült ez a felvétel. Akkor az ügy országos visszhangot váltott ki. Az utas és a buszon intézkedő ellenőr szólalkozott össze, majd fizikai bántalmazás is történt. Bírósági ügy lett a pécsi esetből. Ez már 2021. Ilyen testkamerákat kapnak a tükebusz ellenőrei, hogy ne fajuljanak el a nézeteltérések a pécsi buszokon. De a felvétel akár a bíróságon is felhasználható lehet majd, de ezt elkerülnék, mondja a tükebusz vezetője. Nem ez a fő cél. Tehát a fő cél az, hogy ne jussunk el bíróságra, sem az utasok szempontjából, sem a mi szempontunkból ez ne legyen, hanem pont az, hogy kerüljük ezeket az eseteket, tehát hogy javuljon az utasok és az ellenőrök viszonya, egy ilyen visszatartó erő legyen a digitális képrögzítés. A vezérigazgató azt mondja, előfordulnak esetek, de nem ez a jellemző. Az összes olyan esethez, amikor valakinek nincs érvényes jegye bérlete, ahhoz képest azok a konfliktusok száma, ami ilyen, hogy mondjam ezt, atrocitás vagy valamilyen vélt ügyek vannak, az azért elenyésző. De előfordul, hát látjuk. Azért azt mondom neked, hogy heti alkalommal fordulnak elő egy-két eset. Egyelőre próbaüzem van a tükebusznál, így még nem tudni, hány testkamerát vesz a cég pontosan, de 5 és 10 darab között lesz a számuk. Ezek nem drágák, mondja Bánkút István, 10 000-es nagyságrendű berendezések.